2011-ben kezdték meg működésüket az első kormányablakok, azóta folyamatos a hálózat bővítése, mondta Tiszavasváriban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója. Bogáti János hozzátette, az ország legkeletibb megyéje élen jár a kormányablakok kialakításában. A mai napig 6 kormányablakot adtunk át, és a következő másfél hónapban 16-ra fog kiegészülni ez a szám korábbi okmányirodai bázisokon. Különlegességünk még az országban nagy megyeként, hogy egyetlen egy okmányirodánk marad, minden okmányirodánk kormányablakká fog átalakulni, természetesen az új kormányablakokon kívül. Jelenleg 350 ügykölt intézhetnek el a kormányablakban az állampolgárok, és a következő másfél évben ez 2000-re fog kiegészülni. A rendezvényen Vinnai Győző országgyűlési képviselő arról szólt, a kormányablakok országos hálózattá bővítése megkönnyíti és gyorsabbá teszi az állampolgárok ügyintézéseit. Év végéig mintegy 260-280 kormányablakot adnak át országosan, és a megyében minden járási székhelyen lesz, illetve nagyobb városokban, például ilyen Rakamaz, amely városok a térségekben, a kistérségben meghatározó szerepet töltenek be. Én azt gondolom, hogy Nyíregyházán jól működött az első kormányablak, és ebben a járásban pedig mintegy 30 ezer embert fog kiszolgálni a Tiszavasváriban és a Tiszalökön működő kormányablak. A tiszavasvári járásban korábban már átadtak egy kormányablakot, emlékeztetett a járási hivatal vezetője. Hosszú József a 2015-ös adatokat ismertette Tiszavasváriban. A tiszavasvári járási hivatalnál a tiszavasvári és a tiszalöki helyszíneken összesen több mint 30 ezer ügyfél fordult meg az év első 8 hónapjában. Ebből a tiszalöki kormányablakban 12 000 ügyfél, ami azt jelenti, hogy napi és heti 400-nál is több ügyfelet fogadtak a kollégáink. Én úgy gondolom, ez elég sokat mondó szám. Én azt várom a tiszalöki-vasvári kormányablak megnyitásától, hogy a tiszalöki kormányablak egy picit tehermentesül, és nem csak a tiszavasvári ügyfelek, hanem Nagycserkészről, Nyíregyházáról, sőt még Hajdonánásról, Polgárról is idejárnak majd az ügyfelek, hiszen nyitvatartásunk abszolút ügyfélbarát. Az új tiszavasvári kormányablak a Városháza földszintjén kapott helyet, ahol modern körülmények között felkészült udvarias szakemberek segítségével intézhetik majd ügyeiket a helyi és környékbeli lakosok.